Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen drága szent szombatnap délelőtti órájában, és megkezdésül keressük ki és énekeljük el Urunk dicsőítésére a 396-os számú éneket. Nyájasan szól, ma még megváltunk szava. Meghajtjuk a mi térdeinket az Úr szent szín előtt, és együttesen mondunk egy közös imát. Köszönjük, drága szerető mennyei édesatyánk, hogy megőriztél, megoltalmaztál bennünket ezen drága szent szombatnap eddigi óráiban, perceiben, hogy ilyen szép számban összegyűlhettünk ezen szent hajlékba, hogy dicsőíthetünk téged, és magasztalhatjuk a te szent nevedet, de most kérünk, te légy velünk, te légy őrizőnk, te nyisd meg a mi értelmünket, a mi szívünket, hogy megértessük azok ezen szent igazságokat, amelyekről tanítani fogsz bennünket, de kérünk, te áld meg a szolgálatokat is, és
Adjad, hogy a te szent neved dicsőítésére tudnánk élni és szolgálni. Ne kérünk, légy a betegekkel, az árvákkal, az özvegyekkel, a hontalanokkal, szűkölködőkkel szert a világon a föld kerekségén, de áld meg a misszió munkát, áld meg a mi gyülekezet vezetőinket, és adjad, hogy te hozzád közelebb kerülve együttesen dicsőíthessünk majd a te szent országodban, majd szombatról szombatra. Ez a mi kérésünk, óhajunk, nem a mi érdemünkért, a te szent fiat kiontott vére érdemébe kértük ezeket, most és mindörökkön örökké. Amen. Amen. Mielőtt meghallgatnánk az Úr hozzánk küldött üzenetét, melyet küldöző szolgáján keresztül, hallgassunk meg néhány felüdítő szolgálatot. Elsősorban hallgassunk meg egy pánsip szolgálatot, a Berecki Gábor testvérünk, vagy Csaba testvérünktől elnézést, és Bárint Dóra fogja zongorán kísérni. Köszönjük szépen ezen szép zeneszámot, remélem újongott a mi szívünk Isten után, és vágyodott a mi szívünk utána. Most még hallgassunk meg egy szolgálatot, egy hárfa szolgálat fog következni, melyet a Lővei Petra fog előadni nékünk. Thank you.
köszönjük szépen ezen szép zeneszámot. Én kívánságom, hogy az Újföldön mindannyian tudjunk hárfázni. Most pedig még hallgassunk meg egy szolgálatot a fiataloktól, a gyerekektől elnézést kérek. Köszönjük szépen a gyerekeknek ezen szép szolgálatot. Most pedig hallgassunk meg még Urunk dicsőítésére a Gálik Henrietta testvérnőtől egy vers szolgálatot. Az Úr Jézus és én. Egy hű barátom van nekem, e földön párja nincs. Gyöngéd és híven szeret, szerelme drága kincs. Nem tudnék élni nélküle, ő éltet önt belém, és így éltünk mi ketten együtt, az Úr Jézus meg én. Erőm, ha fogy, elmaradok, ő látja s érzi ezt, karját nyújtja hű szívével, erőt ad és vigaszt. Világos utakon vezet, nap ő éltem egész végéig, így járunk mi ketten együtt, az Úr Jézus meg én. Jól tudja ő, hogy szeretem, s hogy ez nem puszta szó, de hát az ő szerelméhez mi volna hasonló. Örök hűséget zengeni, az én nyelvem szegény. Egymást mi így szeretjük, az Úr Jézus és én. Elmondok én mindent neki, jót s rosszat egyaránt, öröm, ha van, én közlöm vele, azt is, ami engem bánt. Erőt ő ad, én nekem, csak tőle kérek én, egymással így beszélünk, az Úr Jézus meg én. Az ő ígéjét hordozom, s nem érzem a terhet, az ő keresztje nehéz volt, amit roskadva emelt, és üdvöt szerzett nekem, s most néki élek én, s a terhet együtt hordjuk, az Úr Jézus és én. Ezen szép verset adja az Úr, hogy mi is vele járhassunk. Most még hallgassuk meg a fúvó zenekar szolgálatát.
köszönjük szépen ezen zenekar szolgálatot, most pedig még hallgassuk meg az ifjúsági kórust. Köszönjük szépen az ifjúsági kórusnak a szolgálatát, adja az Úr, hogy meglegyen, hogy eljöjjön az ő dicsőségével. Most pedig hallgassuk meg az Úr hozzánk küldött üzenetét, melyet az Ágoni Miklós atyafi fog megtartani. Az Úr áldja meg az ő szolgálatában. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében, a jó atya kegyelméből, gazdagon részesülhetünk áldásaiban, együttlétünkben, őt dicsőítve, magasztalva, teljes lelkesedéssel. Úgy gondolom, hogy akik itt vagyunk, mind szeretjük az Úr Jézust. Ha nem, gondolom máshol is találnánk helyet, tehát máshol is találtatok volna helyet a mai napra, vagy programot szervezhettetek volna, de úgy gondolom, szeretitek az Úr Jézust, és ő vonzott titeket ide. Lukács evangéliumának 12. részéből olvasok a 29. verstől a 31. versig. Ti se kérdezzétek, mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne kételkedjetek, mert mindezeket a világi pogányok kérdezik, a ti atyátok pedig tudja, hogy néktek szükségetek van ezekre. Csak keressétek az Istenne országát, és ezek mind megadatnak néktek. Tanulmányait végező fiatal embert kérdeztem meg, már régebben, mikor befejeztem a tanulmányaimat, most kezdjem az életbe, amit tanultam, azzal érvényesüljek, felkészülve arra, hogy majd az életem szerves része lesz, ugye, az, hogy mivel keresem meg a mindennapi kenyeret, családot alapítok, otthont valósítok, terveimet megvalósítom. És mikor ezekbe a gondokba találom a fiatalembert, kérdem tőle, hogy ugye ennyi évet eltöltöttél az iskolába. Természetes azért, hogy fölkészülj az életre.
Ugye nagy befektetés volt, energia az, odafigyelés, összpontosítás, tanulás, eredményeim legyenek, jók legyenek, hogy valóban felkészüljek, hogy azt majd gyakorlatilag is megtaláljam az életbe a helyemet. Ha történetesen most ebbe az időbe eljönne az Úr Jézus, és a tanulmányaid, amelyet ugye ráfordítottál, ezek az évek, tehát feleslegessé válnak, mert az Újföldön talán nem lesz szükség erre a szakmára. Mit szólnál ehhez? Óvatos volt a válasz, és őszinte. Hát, mondja, természetes, azt mondja, hogy az nem volna rossz, ha az Úr Jézus eljönne, de azért már, ha ennyit tanultam, szeretném látni, hogy mit tudok az életben ebből megvalósítani. Tetszett nekem a válasz egyértelműen, és őszintének találtam, talán mind így vagyunk. És talán sokakunk, ha itten elbeszélgetnénk egyik a másikak között, azt találnánk, hogy mit szólnál, ha eljön az Úr Jézus. Persze jöjjön, de még bizonyos terveim vannak az életben, amit meg szeretnék valósítani. Egyértelmű, hogy az Újföldön arra nem lesz szükségem, amit most megvalósítok, mert most akármekkora házat építek, vagy bármit megvalósítok, vagy gazdasági helyzetet alakítok ki magam körül, a végeredményben az Újföldön értéktelené válik, tehát az már nem is jut oda. Az, amit itt megvalósítottam, tehát az nem lesz részem az örök életben, de valahol így gondolkodunk. És gondolom, hogy a fiatalok, akik itt vannak most közöttünk és velünk együtt, már mondom én, akik az idősebb kategóriához tartozok, hogy valahol terveket készítünk az élethez. És gondolkozunk azon, hogy a megvalósítás terén, hogy a lét fenntartás terén, hogy hát most hogyan is tegyük ezt, hogy minél eredményesebbek legyünk az életben. És Jézus azt mondja, hogy ő tudja, hogy nektek mire van szükségetek. Csak keressétek az Isten országát, és ezek mind megadatnak néktek. Egy ifjú, aki érezte az Úr Jézustól való meghívást, gondolkozott, hogy hát tegye meg ezt a lépést, forduljon az Úr Jézus felé, vagy hát a megszokott módon élje világát. Úgy gondolta, hogy hát most még ez nem alkalmas nekem, majd később, amikor idősebb leszek, most még szórakoznom kell, még a baráti kör, ahol jól érzem magam, és ahol úgy érzem, hogy talán vidáman töltjük a napjainkat, hát még ebben merülök el, majd később. Aztán jön azután a munka, a megmaradásért való munka, akkor hát ezt erőssé kell tegyem az anyagi életben magamat, fel kell virágoztatnom az én üzletemet, anyagiakban kell gondolkozzak, családot kell alapítsak. Hát majd később még ezzel nincsen időm most még ezt tennem. És mindig hallja a meghívást, jöjj, jöjj. De hát jövök, de még mindig vannak terveim, és most még erre nem tudok idővel takarékoskodni, hogy ezzel foglalkozzak, Bibliát olvassak, kikapcsolódjak a hétköznapi életből, hát most még olvassam a Bibliát, meg imádkozzak, annyi kötelezettséggel jár, akkor a gyülekezetben járjak az imaházba, ott is gondok, feladatok, hát ez túl terhes nekem, talán most még nem, majd később. Hát igen, csak hogy mindig újabb-újabb tervek és az élet feladatai mind többet tesznek elünkben, amíg végül, hát majd, ha nyugalomba vonulok, és majd nyugdíjas leszek, akkor lesz időm olvasásra, imádkozásra. De azt mondja az Úr Jézus egyik példázatában,
egy ilyen emberről szólva, akinek jól termett a gazdasága, és sok volt a hozam, és hosszú időre ő tervezte a megmaradását, azt mondja az Úr Jézus neki, bolond, azaz más szóval mondjuk, hogy balga. Te úgy gondolkozol, de nem gondolsz arra, hogy az éjjel elkerik a te lelkedet. És amit gyűjtöttél, kéjei lesznek. Ez az nevezett ifjú is, akit az Úr hívott az ő lelke által. Ebben a szomorú helyzetben volt része, amikor korán elszólította a halál, és visszaemlékezve, hogy mindig visszautasította az Úrnak hívását, nehéz lelki gyötrelmek között érte őt a halál, és elveszítette földöntett munkáját, amiért dolgozott, amiért úgy gondolta, hogy valamire használni fogja azt, mert semmit nem vitt magával, de elveszítette az örök életét. Számos példa ezt mutatja nekünk a Szentírásban, akárha a sodomaiak állapotát is vesszük alapul. Lot mit látott a földi életben, vagy megfelelő területnek? Sodoma környékét, gazdag. Jól is ment neki, gyarapodott. De a végét csak említésképpen mondom. Elveszítette családját, elveszítette összes szerzeményét, üres kézzel és család nélkül menekült. Talán érdemes elgondolkodni ezeken, amikor az Úr Jézus elmondja, azt mondja, csak keressétek az Isten országát, és ezek, ami szükségesek az élethez, azok megadatnak néktek. Persze az Úr Jézus ezzel nem azt mondta, hogy akkor csak imádkozzunk, és csak énekeljünk, meg zenéljünk, és majd az Úr Jézus mindent megad nekünk, amire szükségünk van. Ehhez azt mondja az Úr Jézus, 6 napon át munkálkodjál, végezd minden dolgodat. Csak a 7. nap azt adott, hogy szűnjél meg, és semmi munkát ne tegyél. De a nagy kérdés az, akkor, ha 6 napot adott az Úr nekünk a munkára, hogy a saját létünkért, hogy dolgozzunk, milyen kapcsolatunk van vele? Akkor 1 nap a szombat, és a többi? Hát itt van, keressétek először mindenek előtt Istennek országát, az ő igazságát, és minden megadatik néktek. Csak úgy elgondolkodva, hogy milyen gyarló is az ember, hogy mindig az Alkotóhoz, aki tulajdonképpen az élet forrása, akitől az életet kaptuk, és aki megtart minket, és aki áldásaival körülvesz minket, valahol mindig az ő tartalékaihoz nyúlunk hozzá. És hogyan? Olyan sok a munkám, reggeltől estig dolgozom. Már reggel, mikor fölkelek, gyorsan kell menjek a napi feladatok teljesítéséhez. Már késésbe vagyok, már nincs időm imádkozni. Honnan veszek el? Abból az időből veszek el, amit az Úr Jézussal kellene töltsek. Nincs időm most ígét elolvasni, majd este hazajövök. Napi fáradtságos munka után pedig este, mikor hazajövök, már túl fáradt vagyok. Na jó van, hát kielégítem magam, mert el kell olvasnom, de az ember képtelen arra, hogy felfogja az olvasottakat, mert túl fáradt ahhoz, túl terhelte magát az egész nap folyamán, és már képtelen Jézussal szoros kapcsolatot alakítani ki ezen időben, amikor ilyen állapotban van. De hát az esteli hálaadás is, olyan fáradt vagyok, jó, akkor tartsunk hálaadást, de röviden, csak úgy röviden, hát csak egy kicsit olvassunk éppenséggel. Na de röviden imádkozzunk.
Hát mindent röviden tegyünk, honnan veszük el? A jó atya megáldott erővel, képességgel, lehetőséggel. Munkánk volt, dolgozhattunk is, adott hozzá megfelelő erőt, eredményeket értünk el. De hát a hála és a vele való kapcsolat, az nagyon lerövidül, nagyon, nagyon szűk lesz az. Nincs időnk a tanulmányozáshoz. Gyerekek, iskolába jártok. Reggel pontos időre indul a busz vagy vonat, ki mivel jár, vagy éppenséggel a szomszédban van az iskola, de ennyi órakor ott kell lenni. Pontosan meg kell jelenni az iskolába. Oda reggel úgy szeretünk még egy kicsit kényelmeskedni az ágyba. És akkor hát jó, eltelt az idő, akkor most már gyorsan sietnem kell. Na de hát most kellene imádkozni, de már ahhoz már nincs időm. Már nincs időm, akkor elkésem a buszt. Akkor hogyan indultam? Tehát még csak azt sem kérted, Uram, te jöjj velem az úton. Hogyan indultál el? Egyedül, elhagyatottan. Nincs, aki védelmezzen, nincs, aki melletted legyen. Nem kérted az ő jelenlétét. Nem kérted segítségét a napi tanulmányhoz. Nem kérted segítséget ahhoz, hogy adj nekem türelmet, hogy az osztársaimat szeretni tudjam, és úgy is tudjam kezelni őket. A konfliktus helyzeteket, azt megtaláljam a megfelelő megoldást. Ez úgy érvényes iskolában, munkahelyre, családi életre, és mindenhova érvényesek ezek a gondolatok, és ezek a részletek, amelyek az élethez tartoznak. Persze, ha az Úr Jézus olyan hűtlen volna hozzánk, mint amilyen hűtlenek vagyunk mi néha hozzá, akkor talán nagyon megritkulna létszámunk, és talán a veszedelmek elsodornának az életből is bennünket. De a jó atya még mindig kegyelmes, de vajon miért olyan kegyelmes? Miért olyan hosszú tűrő velünk szemben? Amikor mi ilyen formán sok esetben elhanyagoljuk őt, olyan közömbösen, lehet, hogy nem akaratosan, de úgy alakulnak a helyzetek, az ördög is ebben besegít, hogy valahol mindig őt raboljuk meg egy kis idővel, egy kis hozzáállással, egy kis odafigyeléssel. Talán mégis ő miért ilyen kegyelmes hozzánk? Na vajon, mit gondolunk? Én azt gondolom azért. Mert várja, hogy talán holnap másképp fogsz tenni. És ha tegnap elhanyagoltad, és ma elsietted, talán holnap fogsz időt szánni rá. Holnap pedig korábban fölkelsz azért, hogy még legyen egy imádságra, legalább legyen időd, vagy egy bibliavers elmélkedésére, hogy mit is üzen nekem az Úr nekem erre a napra. És hogy föl tudjak lelkileg készülni az ő jelenlétével, és hogy amikor elmegyek a társadalmi életben megjelenek, akkor ott a bizonyos helyzeket tudjam úgy kezelni, hogy azzal az Úr Jézust, az én mesteremet, az, aki az én jóttevőmet, az én megtartomat, és nem utolsó sorban az én megváltomat tudjam képviselni, és tudjam őt úgy bemutatni, hogy mások is megszeressék általam, és megismerjék az ő csodálatos szeretetét, amelyen lehajolt hozzánk, mint bűnös emberekhez. A Jézus azt mondja a Pál apostolon keresztül, a zsidókhoz írt levél 3. rész 15. versében, azt mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Nem egyszerű a próbánk, nem egyszerű az életünk. Miért? Azért, mert Sátán tudja, hogy az emberekben nem képes elfojtani teljesen az Isten és az üdvösség utáni vágyat.
Azért rábírja őket, hogy az igazság követését mindig holnapra halasszák, és csak a mának éljenek, saját földi dolgaikkal törődjenek, és Istennek ügyét, az üdvösséget elhanyagolják. Így egyik nap a másik után múlik el, alkalmaival és kiváltságaival együtt. Azért neki nyert ügye van, mert nagy igazság az, hogy a holnap és a majd utcája a soha városba, a biztos veszedelembe visz. Tehát a majd, a holnap, és ha ezt minden nap ezt ismételjük, hova visz minket? Egy nem létező városba. Tehát a biztos veszedelembe. Egy nagyon élethű tanítást ad a megváltó az Úr Jézus. Ezzel kapcsolatosan, az elutasítással kapcsolatosan a Lukács evangéliumának 14. részében egy rövid elmélkedésre ismételjük el, amelyet egyébként jól ismerünk, Lukács 14. rész 15. versétől. Halván pedig ezeket egy azok közül, akik ővel együtt ülnek, valamondani ki, boldog az, aki eszik kenyeret az Isten országában. Ő pedig mondta annak, egy ember készíte nagy vacsorát, és sokakat meghívva, és elküldi szolgált a vacsora idején, hogy megmondja a hivatalosoknak, jertek el, mert immár minden kész, és mindnyájan egyenlőképpen kezdék magukat mentegetni. Az első mondani ki, szántóföldet vettem, és ki kell mennem, hogy azt meglássam. Kérlek, ments ki engemet. És egy másik mondta, öt igaügröt vettem, és elmegyek, hogy azokat megpróbáljam. Kérlek, ments ki engemet. A másik pedig mondta, a feleséget vettem, és azért nem mehetek. Mikor azért az a szolga hazament, megmondta ezeket az ő urának, akkor megharagudván a gazda, mondta az ő szolgának, eredj hamar a város utcáira, szorosaira, a szegényeket, csonkabonkákat, sántakat és vakokat hozd be ide. És mondta a szolga, Uram, meglett, amint parancsolád, és mégis van hely. Akkor mondta az Úr az ő szolgájának, eredj el az útarka és a sövényekhez, és kényszeríts beírni mindenkit, hogy megteljen az én házam. Mert mondom néktek, hogy senki azok közül a hivatalos férfiak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat. Ismerjük a környezetet, amikor Jézus ezt a példázatot mondta. És ismerjük azt a társadalmat, akiknek ezt mondta. Mi meg eltelünk azzal a gondolattal, hogy igen, hát Jézus mondta a hivatalosoknak, Ábrahám leszármazottainak, hogy hát persze, ti vagytok a hivatalosok, előjoggal rendelkezők, de ugye ti elutasítottátok, és most majd jönnek a pogányok és betöltik helyeteket. És ezzel, ezen tanításnak vége, az a múlt történelme, és mi pedig kiváltságosak vagyunk, mert mi a pogányok közül valók vagyunk, nem a vér szerint az Ábrahám magva, és akkor ugye már elfoglaltuk az ők helyüket, és nekünk kész, minden a helyén van. Mondjátok, kik a hivatalosak ma? A leckénk elég gazdagon tanított erre, és bemutatta azt az állapotot, hogy a laodicea állapot, milyen a laodicea állapota ma. És ha mi Krisztusváró nép vagyunk, és ugye, mint laodicea Krisztusváró nép, akkor gondolom, hogy ez az üzenet, úgy értem legalábbis, nekünk is éppen így szól, ahogy szólt nekik. Azaz hivatalosak vagyunk, és az Úr meghívott. Mi el is fogadtuk a meghívását. Ahogy az a példázatbeli ember, aki a vacsorát készítette,
megbeszélte a barátaival, hogy majd én ezt el fogom készíteni, és mikor az kész lesz, abban az időben majd akkor értesítelek, mit szóltok, el fogtok jönni? Hogyne, persze, elmegyünk, ott leszünk, csak készítsed. De mikor az idő eljött, akkor, hát ez most pont alkalmatlan időbe vett. Hát én mostan, hát igen, igen, igen. Hát én most földet vettem, de hát én most alkalmatlan, mert szeretném meglátni, hogy mit vettem. Persze már kifizettem, de úgyis mindegy, de hát a kíváncsiság. Tehát lássam, hogy megelégedjek azzal, hogy meg is láttam. 5 igaökröt vettem, de hát megvettem, igaz, de hát azért meg is akarom próbálni őket, hogy milyen eredményesek. A másik egyszerű feleséget vettem, azért nem mehetek. Az Úr Jézus azt mondja egyik tanításában, aki meg nem tagadja, én érettem, legyen az testvére, apja, anyja, gyermeke, vagy éppen gazdagsága, és meg nem tagadja, én érettem, az nem méltó. Nem méltó én hozzám, nem méltó az üdvösségre. Az többre értékel minden mást én nálamnál. Többre értékeli a mulandosságot, mint én, aki életemet áldoztam, élete, azt mondja a megváltó, nem méltó én hozzá. Én ott hagytam a menny dicsőségét, én ott hagytam az angyalok társaságát, én ott hagytam a királyságomat, ott hagytam az atya közelségét, eljöttem, sorsot vállaltam veletek. És ti pedig teljesen értéktelennek nézitek az egész munkámat. És még halálra adtam magamat, érettetek. Az Úr Jézus azt mondja, hogy az ilyen, azt mondja, nem lehet. Nem lehet az én követ, nem méltó én hozzám, hogy társam legyen nekem az örökké valóságban, amelyik ilyen felületesen elutasított, vagy ilyen felületesen kezelte az én jelenlétemet. Az elutasítás a mi részünkről is nagyon aktuális sok esetben, mert bizonyos terveket készítünk, hogy most nincs időm, most alkalmatlan. Most pontosan, hát én szeretnék, de a feleségem nem ért egyet velem, hát akkor inkább választom ugye őt, hogy megmaradjak vele, mert nagyon keményen ellenáll, és a háborúság a családban, hát ez valami kemény dolog, hát az nem kívánott te se, Uram, hogy az én családomban háborúság legyen. De hát a gyermekeim, idős koromban úgyis rájuk szorulok most, ha én kilógok a sorból, akkor hogy fognak engem kezelni? Hát ezt most ők miattok nem tehetem. Hát, Uram, én szeretlek téged, hívtál engem, de a szüleim azt mondják, hogy hát az egy fanatikus közösség, társaság, akit hát ugyan, hát te nem mész oda. Hát mi, tudod, őseinktől fogva mi ehhez az egyházhoz tartozunk, igaz, hogy templomban csak 2-szer járunk egy évben, de ahhoz tartozunk. És hát most miért akartok máshova menni? Ó, Uram, hát most hogy hagyjam el a szüleimet, szegények aggódnak miattam, meg nem egyeznek velem. Az Úr Jézus azt mondja, aki meg nem tagadja. Itt nem arról van szó. Jézus nem azt fejezte ki ezzel, hogy le kell mondani a szülőről, a gyermekről, a társról, hogy le kell mondani. Csak nem lehet akadály abban, hogy én az Úr Jézusnak szolgája legyek. Nem akadályozhat engem abban senki, hogy az Úrnak gyermeke legyek. Nem akadályozhat abban, hogy én imádkozzak, vagy én pedig napi kapcsolatban legyek veled. Tehát ez nem lehet akadály. Azt mondja, aki pedig ezeket a dolgokat akadálynak veszi, azok nem lehetnek az én követeim. Jézus csodálatosan tárta fel ezeket a dolgokat, és olyan élethűen adja elő, hogy ez mindannyiunk tanulságára lehet. Az Úr Jézus, mi, akik úgymondván hivatalosak vagyunk, mert advent, azaz Laodicea népe, az utolsó korszak hívő nemzedéke, hát mi vagyunk a legközelebb és a leghivatalosabbak erre.
De ha nem első helyre tesszük Jézust az életünkben, nem a legfőbb helyre helyezzük őt az életünkben, az olyan, mint amikor elutasítjuk, és azt mondjuk, én most mezőt vettem, és hát most nem mehetek. Mindig vannak valami fontosabb dolgok, amiért most nem imádkozhatok, most nem olvashatok, most nem mélyülhetek el, nem lehetek szoros kapcsolatban vele, hogy mit is vár az Úr. Tehát nem tudom a szívemet odaadni, hogy azt még megváltoztassa, hogy újjálakítsa, hogy újjáformálja. Nem tudom átadni magamat úgy neki, hogy ő meg tudja változtatni az egész természetemet. Mert egy rossz természettel születtünk erre a világra. És hát nem tudom odaadni azért, mert még mindig vannak olyan dolgaim, amit úgy érzem, hogy ez megfosztana valami jogtól engemet, jogaimtól fosztana meg, ha én most szívemet odaadnám neki, hogy ő változtasson meg. Talán lehet, hogy önző vagyok, és szeretem az anyagiasságot, és olyankor megengedek az életemben egy kicsi mellémagyarázást az üzleti életben, amivel ugye több pénzt tudok hozzájutni, de nem annyira becsületes, nem annyira tiszta, de azért a keresztény erénybe talán úgy szépen betakarjuk, és gondoljuk, hogy az belefér. És erről nem akarok lemondani. Ezt tartom magamnak. Akkor azt jelenti, hogy én már elutasítottam, mert nekem nagyobb érdekeim vannak, tehát fontosabb érdekeim vannak az életben, mint hogy én most ugye tisztán odaadjam a szívemet, hogy te változtassál meg, és többé ne legyek az, ami voltam eddig. Az életnek nagyon sok ilyen tényezője van, és az sok ága az életben, ami nagyon is beleszól a keresztény életünkben, vagy abban az életben, ami úgy gondoljuk, hogy kapcsolatban vagyunk Jézussal, és a valóban mégis távol húz minket tőle. Elvezet, elirányít. Csak egy kis közömbösség, csak egy kis megrablás az időben. Ha szombatra készülünk, mindig valami fontos dolgaink vannak, amit el kell végezni még pénteken, naplemente előtt, és hát igen, pontosan ott is egy kicsit megroboljuk az Úr Jézust egy kicsit az idővel, mert nem készültünk el a szombatra időben. De hát szombaton este azért megnézzük az órát, persze nem onnan kell potolni az időt, a péntek esti elvesztett időt, de azért nézzük, ott már lement a nap, na most már bezárhatjuk a szombatot, de már megraboltuk az urat egy fél órával, ugye? Persze nem onnan kell potolni, azt mondtam, hangsúlyozom, hogy nehogy azt gondoljuk, jó, hát később kezdtük, akkor majd később is fejezzük be. Nem, szóval pontos ideje, és pontos vége van. És ezek nagyon fontos dolgok, és meghatározói azt, hogy valóban keressük Isten országát és az ő igazságát, vagy nem. Talán ezek megszívlelendő dolgok, és nagyon élethez szóló dolgok, hogy mennyiben ragaszkodunk, vagy mennyire fogadjuk az Úr Jézust valóban életünk központjává. Ha az anyagias helyzetünk úgy kívánja, ugye, mert most éppen nagy kiadásba vágtuk a fejszénket, akkor hát igen, most kevesebbet adakozunk a gyülekezetnek. Jó, akkor most csak kimondottan tizedet, de más adakozást nem adunk. Tehát honnan raboltunk el, megint honnan vettünk el? Az időből, a pénzből, a javakból, a tanulmányból. Tehát valahonnan mindig az Úr Jézust húzzuk meg azért, hogy a földi érdekeink valahol érvényesüljenek. És hát mindig valahol oda nyúlunk, és ő az ő nagy türelmével még mindig hordoz minket, pedig, ha azt nézzük, ő azt akarja, a Timoteushoz írt első levél második részében olvassuk, hogy mit is akarna ő. Első levél, második rész, negyedik vers azt mondja,
aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Mit szeretne az Úr Jézus? Mit szeretne? Akik itt vagyunk, testvéreim, gyerekek, fiatalok, idősek egyaránt, azt szeretné, hogy mind ott legyünk. És ott hárfázzunk az ő országában, azt mondja, mindenkinek hárfát készít minden üdvözültnek. És nem lesz az, hogy nekem nincs zenei hallásom. Nem lesz az, hogy nincsenek képességeim. Persze, hogy a földön tanult eredmények azok ott is tehát előnyt nyújtanak. De nincs tudatlanság. Nincs képtelenség. Nem lesz olyan, hogy jaj, én ezt nem tudom. Az Úr Jézus mindenkit úgy teremtett, hogy legyenek képességei, hogy elkorcsosult a bűn következtében, ez egy másik dolog. De ő vissza akarja adni azokat, hogy újra az ő dicsőségére, megváltó dicsőségére tudjuk használni azokat, amik elő megáldott bennünket. Egy nemes gondolat és egy nemes felhívás mindannyiunknak számára. A Korintus beliekhez írt második levél. Hatodik rész, és az első két versét olvasom. Mint együtt munkálkodok, intünk is, hogy hiába ne vettitek légyen az Isten kegyelmét. Mert ő mondja, kellemetes időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme itt a kellemetes idő, íme itt az üdvösség napja. Melyik az a nap? Melyik az a nap? A mai nap. A tegnap elmúlt, hogy mit tettünk, azt följegyezték. De amíg az Úr hangja szól, amíg ő kér, amíg ő hív, amíg ő mondja nekünk, ma van az idő. Addig még az a kellemes idő, az a megfelelő nap, amikor ne utasítsuk őt. Azt mondja, íme itt a kellemetes idő, íme itt az üdvösség napja. Én tudom, legalábbis én úgy hiszem, hogy akik itt vagyunk, szándékosan egyikünk se akarja visszautasítani azt a kellemes időt. Az ő meghívását. Tehát nincs az a számításunk, kiszámítani, hogy nem, én visszautasítom. Ez dac. De olyan sok a kísértés, olyan sok a próba körülöttünk. Nem beszélve a külső támadásokról, amelyek naponként körülvesznek minket, és az életnek gondjai, az életnek terhei, de azon kívül még ott vannak a saját természetünk. Egy kis büszkeség. Én. Nekem ez a neve. Nekem ez a szakmám. Nekem ilyen az anyagi állapotom. Nekem ilyen az előadó képességem. Nekem ilyen az írás ismeretem. Nekem olyan a zeneképességem. Nekem olyan az én tudományom. Mert nekem, én tudom, büszkeség. Ami az emberi természetből, jó, hát én nem tudom levetkőzni ezt, persze. De az Úr Jézus, ha lehetett volna büszke, lett volna mire büszke legyen, de ő nem tette. Nem is küzdött ellene, mert nem volt ez az ő természete. Nekünk természetünké vált, mi által vált természetünké? A bűn által, a bűn következménye hozta ezt. Hogy büszkék legyünk magunkra, hírnevünkre, állásfoglalásunkra, mit tudunk mi, képességeinkre. Azon kívül sok rossz természetünk van. És az Úr Jézus mind meg akar szabadítani, de ha bármelyikhez is ragaszkodunk, ő nem tud tenni semmit. Sokszor hallom azt a kijelentést,
Ó, persze, hát most még így vagyunk, ebben az állapotban vagyunk. De amikor jön a késői eső, a Szentlélek kitöltetik, akkor ezektől mind mentesek leszünk. Kedves testvéreim, senki se gondolja azt, hogy a Szentlélek kiárad arra, aki arra nem készült el. Az most van az ideje, hogy kérjünk az alázatos lelkületet az Úr Jézustól, hogy kérjünk tőle töredelmes szívet, hogy kérjünk tőle ismeretet, hogy megismerjük elsősorban önmagunkat, hogy megismerjük saját elveszett helyzetünket, állapotunkat, amelyben találtatunk, hogy felismerjük azt, hogy tévhittel vagyunk megfertőzve, vagy félrevezetve az igazság területén, hogy elvezetnek minket, vagy alulmagyaráznak, és azonnal közömbösítik az igazságnak értékét. Az Úr Jézusnál nincs közömbösség. Ha közömbösíteni lehetne az igazság útját, akkor Jézusnak nem kellett volna meghalnia. Akkor, hát akkor jó, úgyis jó van, akkor menjen, akkor. De ő nem. Ő felvállalta, és ebben a kereszt fényében, ha gondolkozunk, akkor nem lesznek olyan gondolatunk, hogy közömbösíteni lehet bármivel is, hogy így is lehet az Úr Jézusnak szolgálni. Fiataljaink, akik közöttünk vannak, tudom, nagyon nagy a kihívásuk, nagyon sok a kísértésük, nagyon nagy a próbájuk a társadalomban, a világban, ott, ahol megfordulnak az iskolában, megkezdve már akár a bölcsödétől vagy az óvodától kezdve, nagyon sok kísértés veszélye kerül. És itt nagyon-nagyon fontos számunkra az Úr Jézussal való szoros kapcsolat, hogy erőt nyerjünk a mindennapi kihívással szemben. Hogy meg tudjanak állni azokban a próbákban, azokban a kísértésekben, amik körülveszik, amelyik minden nap az osztásság, a szokások, a világnak gondolkodás módja, amely megfertőzte a világot, és teljesen a zűrzavarba, a romlásba, az erkölcstelenségbe folytotta bele a világot, most pedig, és akkor állj meg, te tisztán és szentül ilyen társadalom között. Nagy erőre van szüksége mindenkinek. Nem csak a fiatalok, akik megkísértettek, megpróbáltattak. Kortól függetlenül mindenki. Éppenséggel az idős is azzal a gyarlóságával, hogy már nekem nem mondják, mert én már tudom. Én akkor meg így és így voltam abban az időben. Én már most már, neked, hát gyermekek nem tudják. Ez az idős gondolkodási mód, de ez éppen olyan veszett gondolkodás, amelyik magabiztonságba sodorja az így gondolkodott, és pont a romlásba és a vesztességbe sodorja őt. Kívánom, hogy ez a rövid elmélkedés szolgáljon a javunkra, szolgáljon a mi épülésünkre, és keressük minden napon az Úr Jézusnak jelenlétét. Sokat lehetne ezt még bonyolítani és körül rajzolni azokkal, hogy mi minden tartozik az élet körülményei között ebbe a körben, hogy az Úr Jézussal szoros kapcsolatban vagyunk, vagy pedig elmellőzzük őt, úgy finoman, szépen eltoljuk, hogy hát most nincs idő, majd később, majd holnap. A holnapi nap, nem tudjátok, hogy mit hoz reátok. Ezért ma, ha az összavát halljátok, ne keményítsétek meg a ti szíveteket. Ez az én kívánságom. Amen. Köszönjük szépen az Atyafinak a hozzánk küldött ígéket, üzeneteket, és köszönjük az Úrnak, hogy még adta ezt az alkalmat. Most még mielőtt véget érne ezen délelőtti Isten tiszteletünk, hallgassunk meg néhány szolgálatot. Első közt hallgassunk meg egy hárfa szolgálatot Lővei Petrától. Thank you.
Köszönjük ezen szép zenét az Úrnak, hogy megtanította ilyen szépen hárfázni, és ő már itt ezen a földön is hárfázhat. Adja az Úr, hogy majd mi is az új földön kezünkbe vegyük a tőle kapott hárfát. Most pedig még hallgassunk meg egy másik szép hangszeres szolgálatot, amely a Pán Síp és a Bereszki Csabától fogjuk ezt meghallgatni, és zongorán kíséri a Bálint Dóra. Thank you.
Köszönjük ezen szép zeneszolgálatot elsősorban az Úrnak, utána pedig a Csabának. Sok szeretettel várjuk máskor is a körünkbe, hogy ilyen szép zenével szolgáljon a mi részünkre. Most elnézést kérek azoktól, akik nem tudnak most szolgálni, akik még jelentkeztek, majd délutáni óra folyamán lehetőségük adódik rá, remélem. Most pedig befejezésül keressük ki és énekeljük el a 250-es számú éneket. És Urunk dicsőítésére énekeljük el. Kéréssel fordulok a kedves gyülekezethez, mert az imának nagy ereje van, így olvassuk. 3 hete egy fiatal pár megkeresett bennünket, hogy szeretnék az Úr Jézust megismerni és közösségünket. A hölgy 19 éves, és 13 éves kora óta súlyos epilepsziás rohamai vannak. Az múlt szombatot töltöttük először együtt, és nagy örömünk volt együtt, és most is szerettek volna eljönni ide, de ma reggel újból súlyos epilepsziás rohamot kapott, és utána 8 órás kórházi megfigyelés alatt van, mert túl sok agyvíz keletkezik. És ezért kérem a kedves közösséget, hogy imádkozzunk ő érette is. Most pedig hajtsuk meg térdeinket az Úr Szent színe előtt, és az Ágoni Miklós atyafival és a Tóth Vilmos atyafival mondunk egy közös imát. Alázatos szívvel jövünk leborulva szent színed előtt, mennyi atyánk, égne fölnek alkotója. Alázat jelöl meghajtva térdeinket és fejeinket szent színed előtt, hogy megköszönjük azt a sok jót, amit elveszünk szent kezedből naponta.
Köszönjük az életet, a lehetőséget, köszönjük, hogy minden napon megadod, amire szükségünk van. Köszönjük azt, hogy hajlékodban lehetünk, és békességben tölthetjük ezt szent napot is a te lábaidnál. Köszönjük azt a kegyelmi ajándékot, amelyet a te fiad által adtál nekünk, hogy fiadat áldoztat, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ebben a hitben, jövünk te előttben, érezve a mi bűnös állapotunkat, érezzük, hogy alkalmatlanok vagyunk, hogy színed előtt megálljunk, érezzük azt, hogy nem vagyunk méltók arra, hogy gyermekeidnek neveztessél, de te hozzád jövünk a fiad érdemében, hogy elfogadsz úgy, ahogy vagyunk. De kérünk, hogy ahogy találtatunk, ne maradhassunk így, ezért kérünk, hogy te változtassad meg a teljes életünket, változtass meg a mi jellemünket, tulajdonságainkat, hogy hasonlóvá váljon a mi természetünk, megváltunk szép természetéhez. Kérünk, hogy áld meg részünkre a mai napot, és segítsél meg, hogy emlékezetbe tartsuk mindenkoron azt, hogy bár sok nehézség, küzdelem vesz körül bennünket, a földi életnek problémái, küzdelmei a létért, a megmaradásért, a mindennapi dolgokért, de segítsél meg, hogy ezek közepette is keressük mindenek előtt azt, hogy ne szakítsuk meg a kapcsolatunkat te veled, hanem minden napra kérjük a te jelenlétedet, és te megígérted, hogy amire szükségünk lesz, azt meg fogod adni. Az énekünkben kifejeztük, nem gazdagságot kérünk, de kérjük a te jelenlétedet, kérjük a te vezetésedet a mi életünkben. Áld meg most a közösséget, áld meg a gyülekezetet, áld meg kedves vendégeinket, áld meg a fiatalokat, akik különösen nagyon sok kísértés és próba vesz körül. Jó Atyánk, adj nekik bölcsességet, hogy különbséget tudjanak tenni a jó és a rossz között, és adj vágyat a jónak a követésére. De ne felejtkezz el az idősebbekről, akik megfáradtak az élet terhei alatt, akik már erőtelenné váltak, és akik csüggettek, és akik gyászolnak, vagy szomorúság veszi körül, bármi oknál fogva. Te kinek-kinek a te irgalmasságodból és kegyelmedből nyújtsál a te szeretetedből. Kérünk, hogy légy azokkal, akik most megemlítve lettek, a fiatal párt, kérünk, hogy te az oltalmazó takaroddal vedd körül őket, és neked hatalmadban van cselekedni úgy most is, mint a múltban, ahogy te cselekedtél. Kérünk, hogy te enyhítsd a szenvedéseket, és annak a helyét pedig töltsd be reménységgel, töltsd be új élettel és benned való hittel és bizalommal, hogy mikor eljössz dicsőségben, teljesüljön az a vágyad, te azt akarod, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson, hogy használjuk ki ezt a kellemes időt és az üdvösség napját, amelyet még nyújt számunkra, és ne halogassuk, ne küldjünk el téged üresen, hanem te veled töltsük-e földi küzdelmes napjainkat, mikor megjelesz dicsőségben, akkor is te veled lehessünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz a megváltó Jézusunk érdemért is, az ő nagy áldozatáért kérjük, hogy légy velünk továbbra is a szent napon és életünk minden idejében. Amen. Mennyei kegyelmes Atyánk, hálát adunk, hogy szent fiadat áldoztatva elértünk, hogy örök életünk lehessen. Köszönjük ezen lelki táplálékot, és köszönjük, hogy ismételten figyelmeztetsz bennünket. Keressétek először az Istennek országát, és az ő igazságát, és a többiek megadatnak néktek. Segítsél meg, hogy bízunk benned, hogy ha tégedet keresünk, őszinte szívvel, és neked akarjuk adni az egész életünket, akkor te is meg fogsz bennünket segíteni, és megadod mindazokat, amelyekre szükségünk van. Köszönjük neked ezt a fiatal párt, hogy eljöhettek hozzánk, és hogy szeretnének veled megismerkedni, és köszönünk neked mindenkit, aki tégedet szeretne követni. Köszönjük a ifjúságunkat. Kérünk, hogy könyörülj meg most ezen a fiatal asszonyon, könyörülj meg rajta, gyógyítsad meg őt ezből a súlyos betegségből, adjál nekik szabadulást, hogy láthassák a te hatalmadat, jóságodat, szeretetedet.
Kérünk, hogy könyörülj meg minden betegen és gyógyítsad meg őket. Enyhítsd az ő szenvedéseiket. Segítsél meg, hogy mindannyian a te országodban lehessünk. Hogy együtt lehessünk, együtt dicsőíthessünk. Hogy mindannyian kaphassunk aranyhárfákat. Köszönjük neked ezen drága szent szombatnapot, és segítsél meg, hogy a nap további része is áldásos legyen a mi részünkre. Küldd el a te szent lelkedet. Könyörülj meg mi rajtunk, egészítsed ki a mi szavainkat. Szent fiadért és végtelen kegyelmedből. Amen. Amen. Így véget ért a mi délelőtti Isten tiszteletünk. Az Úr áldása és szeretete legyen velünk továbbra is ezen szent szombatnap további órájában, perceiben.